Dr. Kósa Éva angiológus főorvosa vendégünk, köszöntjük szeretettel. Ugye sajnos nagyon sok embert érint a trombózis, mint betegség. Tulajdonképpen mi is ez? Hogyan írjuk le ezt a betegséget? Amikor a trombózisról beszélünk, akkor általában a vénák és a mélyvénás trombózis a köznyelvben, mert érintheti a másik oldalt az artériás, de az egy másik, tehát sokkal gyakoribban használjuk a mélyvénákra. És ez azt jelenti, hogy a vénás rendszerben, ami a lábaktól fölfele a szív felé kering a vér, abban megalvad a vér, egy vérrög képződik. Ennek több tényezője lehet, egyrészt az élfal sérülése, másrészt az áramló vérnek a tulajdonságai, harmadrészt pedig az áramló vér lassulása. És tulajdonképpen ezekre ráépítve lehet a rizikó tényezőket és a hajlamosító tényezőket is megtalálni. A munkahelyi ártalom lehet, vagy ez egy hajlam kérdése? Mind a kettő, hajlam is. Az alap az, hogy van valakinek egy családi hajlam és öröklött tényező, az egy nagyon fontos tényező. Munkahelyi ártalomban olyan szempontból, hogy az állófoglalkozás az mindenképp a viszeresség, a vízérelégtelenség kialakulását segíti, és ezzel egy vénás betegségre, illetve hát azáltal a nagyfokú viszeresség a trombózist is ki tudja alakítani. De megelőzhető lett vannak. Mindenképpen megelőzhető, elsősorban azért ez egy nagyon sok tényezős betegség, úgyhogy az fontos, hogy a családban volt-e trombózis a valakinek, az mindig felhívja a figyelmet, hogy ott lehet egy örökletes tényező. Igen, és utána a korcsoportonként is változik az előfordulása a korral, növekszik az előfordulás és egyéb társbetegségekkel. Viszont a fiataloknál felhívnám a figyelmet, a fiatal hölgyeknél a fogamzásgátló tablett egy jelentős trombózis fokozó a tényező, így azoknál a hölgyeknél, akiknél a családjukban volt trombózis és fogamzásgátlót szeretnének szedni, ott javasolt az öröklött hajlamnak a megvizsgálása. Tehát a megelőzésről beszéltünk, hogyan lehet ezt, mondjuk el még részletesebben, hogy hogyan lehet megelőzni, hiszen egyre több fiatalt is érint ez a betegség. Igen. A másik jelentős megelőző tényező az a kompressziós térzokninak vagy harisnyának a viselése. Ez olyan esetben javasolt, amikor a foglalkozás áll még a háttérben, mint egy tényező, és a másik eset pedig bizonyos betegségek és állapotok hajlamosítanak, ilyen a műtét, a trauma, a terhesség, és ezek során egy fokozottabb odafigyelést igényel a beteg részéről is, vagy az emberek részéről is, és amennyiben ezek fennállnak, részben egy részükben orvosilag indokolt egy úgynevezett heparinus megelőző injekciónak az adása, ezeknek pontos indikációja van. Amit még lehet tenni abban az esetben, ha valakinek nem volt még trombózisa, az például a vízértorna, a mozgás, az úszás, a biciklizés, a vízereknek az ejtése és odafigyelés annak a megelőzésére is. Tehát, hogyha már kialakult a betegség, akkor viszont mindenképpen kell kezelni, gyógyítani. Így van. A mélyvénás trombózis, talán a tüneteket is még elmondanám, az mindenképpen egy vízér, tehát egy lábtagadással, egy erős fájdalommal, járáskor is, a rálépéskor is egy állandó fájdalom. Adott esetben a láb olyannyira megduzzadt, hogy egy nagy feszülést, vagy akár elszíneződést is okozhat, és ez egy viszonylag hirtelen kialakuló állapot. És amennyiben ez bebizonyosodik, hogy ez trombózis, akkor annak a kezelése véralvatásgátló, egyrészt injekciós, másrészt pedig tablettás. Az első időben injekciós kezelés, illetve hát most már újfajta tabletták is vannak, amelyek közvetlenül kezdhetők, injekció nélkül, de a hagyományos kezelésében még az első napokban együtt adjuk injekcióval, utána már csak a gyógyszert kapja a beteg, és attól függően, hogy mennyi ideig szedi ezt a kezelést, az attól függ, hogy a kontroll vizsgálatok során feloldódik ez a trombus, illetve hogy igazolódik a háttérben egy örökletes trombózis hajlam. Van egy kedves telefonáló a vonalban, aki szeretne kérdezni, úgyhogy szólítom is őt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Gabriella vagyok. Nekem lenne a doktornőhöz egy kérdésem, hogy én nekem évekkel ezelőtt volt trombózisom, és azt szeretném tőle megkérdezni, hogy hova, merre fele kellene fordulnom, hogy megtudjam, hogy esetleg nem újul-e ki, milyen vizsgálatra kellene mennem. Hát ha korábban volt valakinek trombózisa, és már elhagyták a terápiát, tehát a véralvadásgátlót nem szedi, akkor nagy valószínűséggel a trombózis idején történt egy belgyógyászati kivizsgálás, amiben a bizonyos vizsgálatokkal megnézzük, hogy esetleg tumor nem áll-e a háttérben, illetve hogy volt-e örökletes hajlam. Most, ha ezek a kedves betegnél nem igazolódtak, akkor a megelőzésnél nagyon fontos a kompressziós zokni viselése, illetve odafigyelés arra, hogy kerüljük a hosszas állást, ha hosszas utazás van, akkor azt néhány óránként egy sétával, egy lábtornával megszakítsuk, illetve a kompressziós zokni tudja hordani. Tehát annyira egyéb megelőzése ilyen szempontból nincsen, ha trauma, hosszas betegség, ágyban fekvés szükségessége lép fel, akkor véralvadásgátlót kell adni megelőző injekcióban. De a mindennapi életben azt tudja tenni az, akinek volt már trombózisa, hogy odafigyel és kompressziós harisnyát hord. Köszönjük szépen a kérdését, és reméljük elégedett a válaszon. Viszonthallásra. Nagyon szépen, viszonthallásra. Rendszeresen kell kontrollra járni, akinek már volt egyszer ilyen betegsége, illetve hogy ezek a vizsgálatok fájdalmasak, hogy mire készüljön az, aki egy picit a fájdalomtól fél. Hál' Istennek a vizsgálatok a mélyvilás trombózisnál nem fájdalmasak, egy ultrahang vizsgálattal, illetve laborvizsgálattal a kettő eredményéből tudjuk meg, hogy volt-e igazából trombózis. És a kontrollvizsgálat, azt gondolom, hogy a trombózis esetén mindenképpen szükséges. Egyrészt ugye a belgyógyászok foglalkoznak elsősorban, illetve az angiológus. Na most ma már eléggé bonyolultá vált a kezelése annyiban, hogy azt javaslom, hogy igenis a trombózis után angiológus, hematológus konzíliumot vagy vizsgálatot érdemes, és az ő általa megállapított részben javasolt a kontroll. Tehát van, akinél, ha nincsenek tünetek, akkor igazából nem igényel kontrollvizsgálatot. Van, akinek olyan súlyos utótünetei lehetnek, mert olyan módon sérül a véna, hogy visszamarad egy nagyfokú lábdagadás, bőrelszíneződések alakulnak ki. Hosszú távon a mélyvénás trombózis szövődménye lehet, hogy viszérfeké alakul ki 15-20 év után. Amikor ezek a jelek már láthatóak a beteg lábán, akkor ő igényli a rendszeres vizsgálatokat. Műtétre lehet szükség? Mélyvénás trombózisban nagyon ritkán van a műtét, akut esetben van, abban az esetben olyan nagyfokú elzáródást okoz ez a keringésben, hogy a láb elillul, tehát veszélybe kerül a végtag. Egyébként a mélyvénás trombózis kezelése gyógyszeres. Ilyen szemben. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta nekünk.